Több mint 10 év kihagyás után ismét csatlakozott Paks is a Születés Hete országos kezdeményezéshez, aminek keretében szerdáig különféle programokra várják azokat, akik a születés terén valamilyen módon érintettek a kulturális központba. Szó lesz többek között az Indigó gyerekekről és a gyerekágyról, arról a bizonyos 6 hétről. A gyerekágynál pedig azt szeretném főképpen hangsúlyozni, hogy mit is takar az a 6-7 gyermek ágy. Tehát, hogy pizsomában, Halloweenben fekszem egész nap az ágyban, vagy pedig már az első héten futó babakocsival kezdek el futni, tehát hogy melyik a kettő közötti arany középút, hogy találjuk meg önmagunkat, hogy mire figyeljünk, hogy a 6 hét valóban 6 hét és a regeneráció hete. Tehát ebben próbálok nekik majd segítséget nyújtani. A programon lesz játszóház és bemutató a Baba Mama és Baba Hordozó Klub közreműködésével, kismama és baba masszázson is részt vehetnek az érdeklődők, illetve a témához kapcsolódva különféle standok is megtekinthetőek. Az eladások között szerepel az ősejtlevétel, az, hogy mire jogosult várandóság és szülés után a kismama, illetve a szoptatással kapcsolatos főbb tudnivalók is elhangoznak. A szoptatás az egy biológiai norma, tehát a természetes táplálásnak az alapja tulajdonképpen, amire figyelnünk kell, ugye régen egymásnak átadták generációk azt a tudományt, most egy kicsit nekünk kell ezt védőnöknek, illetve egyéb szolgálatoknak ezt segíteni, ezt a munkát, és igazából a szoptatásról általában az azt jelenti, hogy mellfelépítés, hogy tegyük a babát, amerre milyen pozitúrák közül lehet választani. A szoptatásnál még az is szóba került, hogy miért jobb az anyatej, mint a tápszer, milyen előnyökkel jár. Az utolsó napon Jegyes Tóth Kriszta műsorvezető, kommunikációs szaktanácsadó fog beszélni a várandóságról és a saját élményeiről. A rendezvénysorozat a Kulturális Központ és a Gólyair programok szervezésében valósul meg.